Köszöntöm Önöket innen Székesfehérvár belvárosából, ismét jelentkezik Árt Café Fehérvár című műsorunk. A mai napon is a Székesfehérvári Királyi Napok hamarosan kezdődő rendezvény sorozatának a programjait vesszük majd górcső alá. Szó lesz a muzika szakra programelemről is, és természetesen a szertartás játékról is sok-sok érdekességet tudhatnak meg. Köszöntöm vendégeinket, Benkő Igaz Krisztinát, a Fehérvári Programszervező szakmai vezetőjét, valamint Major Istvánt, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatóját, és Bondor Erika a koncertmester helyettes szintén a zenekar részéről. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát azt hiszem, hogy nem kell sokat gondolkodnunk, hogyha a háttérben nézünk, akkor már látjuk, hogy nagy erőkkel készül a Királyi Napok megnyitójának a helyszíne, hiszen felépül a színpad. Nekem az egy korábbi évekhez képest egy furcsa programelem volt, vagy ilyen színpadelem volt, hogy az országalmát is bevonja ez a szerkezet. Mit kell tudni a megnyitóról? Igen, minden évben arra készülünk, hogy valami újdonságot is bemutassunk a megnyitón, ami nagyon nehéz, hiszen magunknak rakjuk egyre magasabbra a lécet. Erre minden évben rájövünk. Az idei évben, ahogyan már itt a fehérváriak sétálgatva láthatják, valóban egészen más jellegű, a tavalyira egy kicsit hasonlító díszlettel készülünk. Ami az országalma körül látható, az működés közben majd csak a megnyitón fog kiderülni, hogy mi lesz, de azt elárulhatom, hogy a fénysó egyik elemét lehet látni. Mi lesz egyébként a hívószó idén a megnyitó kapcsán? A Mátyás emlékévhez kapcsolódva, természetesen Mátyás és Székesfehérvár, de mivel az idei évben ugye második András köré épül fel a Székesfehérvár királynapok nagy része, mint a koronázás ünnepi játékok is, valamint a történelmi fényfestés, ezért természetesen, és mindenki nagy örömére, hiszen ezt tapasztaljuk, az óriás bábok is itt lesznek velünk, természetesen a két új is, második András és Szent Erzsébet. Hamarosan jönnek még részletek, de hogyha néhány méterrel odébb emeljük át a tekintetünket, akkor azt is látjuk, hogy a Nemzeti Emlékhelyen is készen áll már a szabadtéri színpad arra, hogy csodálatos produkciókkal kápráztassanak el minket. Elsőként majd a muzika szakra idei hangversenyére várják az érdeklődőket. Erről mit kell tudni, István? 5. alkalommal rendezzük meg a muzika szakra koncertet, és ez egy kis mini fordulónk is. Hát ahogy a nevében is szerepel, szakrális zenét játszunk. Ez alapvető koncepciója ennek az előadásnak. A Királyi Napokon belül, ahogy a szlogenünk is mondja, mi zenével koronázunk, és ennek megfelelően idén egy talán ritkábban játszott, de rendkívül értékes és rendkívül jól befogadható zenét fogunk előadni. Ismét Rossinihez nyúlunk. És már évek óta igazából olasz zenét mutatunk itt be. Volt itt ugye Puccininek a Messa di Gloriája, aztán volt Rossinitől a Stabat Mater, tavaly volt a Verdi Requiem. Most ismét Rossinihez nyúltunk. A kis ünnepi miséjét fogjuk eljátszani, amit rögtön hozzá kell tennem, hogy ez csak azért kicsi, mert az eredeti változatot Rossini 12 énekhangra, 2 zongorára és 1 harmóniumra komponálta, tehát egy kis apparátusra. Senki ne lepődjön majd meg, szokásunkhoz híven mi nagy apparátussal állunk akkor a színpadra. Akkor nagy apparátus mozgósítottak. Igen, ismét kb. 140 fős kórussal, egy több mint 70 fős zenekarral, 4 kiváló szólistával és 1 karmesterrel. Úgyhogy ugyanis azt kell tudni, hogy maga Rossini elkészítette ennek a darabnak aztán a zenekari változatát is. Tehát értelemszerűen mi ezt a nagy zenekarra komponált változatot fogjuk idén eljátszani. Ugye megérkeztek már az olasz szólisták is, és hát javában zajlanak a próbák. Milyen a hangulat? Abszolút örömteli.
kíváncsiak vagyunk, nagyon ismerkedünk ezzel a muzsikával. Ugye Rossini elsősorban a Végoperáiról ismert, kevesen tudják, hogy azért elég sok egyházi művet is írt, és ismerkedünk ezekkel a tételekkel, amik elég vegyes stílusban írt Rossini, megtalálható benne ugyanúgy a operai hangvételű tételek, de ugyanúgy a reneszánsz vagy a barokra is utal bizonyos tételekben. És most délután még várakoztam, mert belehallgattam egy picit a szólisták próbájába, és nagyon jó, zseniális hangokat hallottam, úgyhogy várakozással tekintünk az énekesekkel való próba elé is. Mondhatjuk azt, hogy itt az utolsó etapban már mindenki ilyen kvázi fesztivál üzemmódba kapcsolt, vagy rendezvény üzemmódba átállt? Igen, általában a mi életünk erről szól. Ilyenkor a székesfehérvári királynapok előtt még inkább. És minél nagyobb a rendezvény, annál nagyobb az az időintervallum, amikor mi már fesztivál üzemmódba kapcsolunk. Úgyhogy már hetek óta nagy izgalomban zajlanak az előkészületek. Ebben a pár napban meg főleg a megnyitó előtt. Az a zenekar esetében, a zenekar életében hogy van? Nemrég ért véget mondjuk a Harmonia Albensis, most ugye kezdődik a muzikaszakra, hogy tudjátok összehangolni a próbákat, külön készülnek a szólisták, és ilyenkor már csak egy ilyen összerázó próba folyamat van, István? Igen, hát azt tudni kell, hogy a Harmonia Albensis templomi koncert sorozatunkból nőtt ki valójában a muzikaszakra. Ugye korábbi években a Harmonia Albensisnek egyik sztár vendége és főszereplője volt Miklós Erika. Az ő koncertje olyan sikeres volt minden évben, hogy innen jött a gondolat, hogy hát ezt a koncertet ki kéne emelni a Harmonia Albensisbe, és beletenni ebbe a királynapok sorozatba, a nagy színpadra, és hogy ez ugye tömegeket fog tudni majd megmozgatni, olyan értelemben, hogy hát ugye ez a nézőtér 2500-as. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy a muzikaszakra azért egy nagy fejlődésen ment keresztül, és akárhogy is van, én azt tartom a legfontosabbnak, hogy mi miben hiszünk, mi abban hiszünk, hogy a nemzeti emlékhely, és ezek a rendezvények, akár a muzikaszakra, akár a koronázást említem, ezek olyan pillanatok, amelyeket minden magyarnak meg kéne élni. Tehát én azért kampányolok folyamatosan, hogy ne csak a fehérváriak látogassák ezt, hanem erre a helyre és egy ilyen alkalomra jöjjön el legalább egyszer az életében minden magyar. Nézzen szembe egy picit a saját történelmével, nézzen egy picit szembe a szakrális zenén keresztül az emberiség történetével, a saját maga élettörténetével, egy picit foglalkozzunk mélységekben is a dolgainkról. Azt mondom, hogy nagyon jó és nagyon fontos része az életünknek a szórakozás. Senkit nem azzal a hívószóval keresnék fel, hogy azért jöjjön a muzika szakrára, mert itt nagyon jól fog szórakozni. Ez nem szórakozás. Ez egy sokkal mélyebb tartalmú dolog. Itt próbáljuk az embereket elgondolkodtatni, lelkileg tölteni. De ehhez nyilván kell a partner, kell a másik oldal, hogy ő ezt igényelje, hogy ő vegye a fáradtságot, és ebben működjön együtt velünk. És hogyha már együttműködésről van szó, akkor én szeretnék azoknak a kedves nézőknek, akik most néznek bennünket, üzenni egy picit azzal, hogy ha még nincs jegye a muzika szakrára, akkor buzdítanám, hogy vegye meg, váltsa meg a jegyét, és jöjjön el. Próbáljon ki valami újat, valamit, ami esetleg eddig nem volt része az életének. Próbálja ki, hogy milyen az, amikor egy kicsit lenyugszik, visszalassít, és megpróbál egy picit a spirituális úton elindulni, és egy kicsit keresni az életnek ezt a fajta értelmét is.
De ehhez nagyon fontos, hogy ha megváltja a jegyét, ha most úgy dönt esetleg akár ennek a beszélgetésnek hatására, megváltja a jegyét, hogy hallgassa meg azt a darabot előtt. Az interneten kiváló felvételek vannak, hallgassa meg, sokkal jobban fogja érezni magát itt akkor majd azon az estén. Erika, egyébként ez művészként is megvan, ez az élmény, ez a spirituális élmény, hogyha mondjuk fellép az ember erre a színpadra, vagy ott azon a téren játszik? Igen, pontosan ehhez szerettem volna én is csatlakozni, hogy ez egy tényleg egy spirituális élmény. Én amikor 3 éve először játszottam ezen a helyszínen, akkor ugye mi zenészek elsősorban próbálunk, koncertezünk, otthon gyakorolunk, és most egy kicsit ezt félretéve utána jártam, hogy milyen helyszínen is játszunk tulajdonképpen, és ez egy olyan óriási élmény szerintem nem csak nekem, hanem a muzsikus társaimnak is, hogy egy ilyen történelmileg nagyon fontos helyszínen játszunk, hogy ez egyszerűen utolérhatatlan szerintem. Történelemről és hagyományokról ugye esett szó, és azt hiszem úgy olvastam, hogy éppen II. Andráshoz kötődik az, hogy Székesfehérváron ülték meg a királyi napokat, törvénylátó napokat, ami egy hasonló jellegű ünnep volt. Ezt gondolom, hogy akkor a székesfehérvári királyi napok is egy ilyesfajta történelmi háttérhez nyúlik vissza. Hát igen, maga a királyi napok is innen ered. Főleg így most már, amikor több rendezvény együtt van, hiszen amikor még csak a Néptánc Fesztivál jelentette a királyi napokat, akkor még csak a néptáncról, de az is a hagyományokhoz nyúlik vissza, az is erről szólt. Viszont amikor 2013-ban először megszerveztük a Székesfehérvár királyi napokat, amikor már több rendezvény került bele ebbe a programsorozatba, már akkor visszanyúltunk a gyökerekhez. Szent Istvánnal kezdtük ugye 2013-ban, így lépünk előre és előre, de mindig visszatérve az ősökhöz, mindig visszatérve az előző királyainkhoz, hiszen a jövőnk is úgy tud épülni, hogyha a múltunkra támaszkodunk és a múltunkat értékeljük. Úgyhogy mindenféleképpen azt hiszem, mind a 11 napot, bármilyen rendezvény is legyen az utcán, a nemzeti emlékhelyen, akár beltéren, kiállításmegnyitókat, hogyha említek, vagy szakmai konferenciákat, hogy igen, a múltunkra támaszkodunk, és felidézzük itt ebben a pár napban Székesfehérváron II. Andrást és az ő uralkodását. Ugyanakkor a jelenről is szól, meg hát a jövőről is, hiszen számos fiatal, könnyed programban vagy monstre produkció. Igen, ez igazán egy összművészeti fesztiválnak nevezhető, hiszen valóban minden stílust meg lehet találni, mindennek megvan a maga helye. Mint ahogy a muzikaszakrának és a szertartásjátéknak a nemzeti emlékhely, ahol a lelkekben akarjuk felépíteni a nagy boldogasszony bazalikát, hogyha már itt nem láthatjuk ugye magunk előtt. A Zicsi színpadnál a könnyedebb műfaj elérhető, hiszen itt könnyűzenei koncertek és a Néptánc Fesztivál gálaestjei lesznek. Itt az országalma körül indul az egész, ahogy az előbb mondtad, az ünnepi megnyitóval. Tehát itt is visszatérünk azokhoz a jelképekhez, mint az országalma, hogy a városunkat is jelképezi. Az utcán pedig folyamatosan pörögnek majd a programok, és hömpölyögnek az emberek, mint ahogy tapasztaltuk is az elmúlt években, és reméljük idén is minden kegyes lesz hozzánk, akár az időjárás, akár az, hogy nagyon sokan ellátogatnak hozzánk, hiszen nagyon sok fehérvári kijön ilyenkor az utcákra, nagyon sok mosolyt látunk az arcukon, és nagyon sokan jönnek el máshonnan is, akár országon belülről, akár külföldről, hiszen németet, oroszt, angolt, minden nyelvet lehet hallani ilyenkor az utcán. Sőt, hát az idei évben, hogyha jól emlékszem, éppen tegnap Szikora János említett, hogy Kárpát-medencéből is érkeznek ide fiatalok, akik most statisztaként mutatkoznak majd be a szertartásjátékon. Igen, őt augusztus 13-án fognak érkezni, és csatlakoznak be a próba folyamatba, úgyhogy ez egy igazi nagy összefogás eredménye. Egy összmagyar. Így van, egy összmagyar produkció lesz ez is, és ugyanúgy a 20-ai napunk is, augusztus 20-án érkeznek hozzánk a Kárpát-medence több részéről néptánc együttesek zenekarjaikkal, és végigvonulnak az óriás bábjainkkal, a Fehérvári királyok menetével, utána pedig egy magyar esten lehet velük találkozni majd az Zicsi-ligetben. Résztvevőként mondjuk mennyire érzékelitek ezt a fejlődést, amit magán a rendezvényen is látható, tapasztalható, tehát hogy egy ilyen valóban igazi nagy összművészeti fesztivállá nőtte ki magát a program, illetve mennyire van mondjuk arra időtök, hogyha lemegy mondjuk a muzika szakra, akkor egy kicsit bele kukkancsatok a más szervezőknek az eseményeibe, egy kicsit megízlelitek mondjuk a Néptánc Fesztivált, vagy a szertartási játékot. Hát én előző években mindig igyekeztem azért
egyéb rendezvényeken is részt venni. Mondjuk nyilván az érdeklődési körömből adódóan elsősorban ugye kiemelném a koronázást, amit évek óta mindig megtekintek, és én úgy vagyok vele, hogy minden évben újból és újból megrázóan érint, hiszen valamiféle olyan szembesülés tényleg a történelmünkkel, meg annyira elröpít azokba a korokba, hogy ez nekem minden alkalommal egy nagyon nagyszerű találkozás. A fogadalmi misén minden évben részt veszek, a hozzátartozó körmenet nagyon-nagyon felemelő, Püspök atya beszéde minden évben, azt gondolom, hogy rendkívül aktuális, és mindig olyan dolgokat említ, amelyet az ember aztán az egész évben magával tud vinni, és elgondolkodtatja. De természetesen jó látni az utcai forgatagot, jó látni a vásározókat, jó látni. Nagyon szeretem az óriásbábok felvonulását, tehát ezek mind nagyon színesek. Hát szerintem a középkori forgatagon keresztül nincsen ember, aki valamilyen feladatot vagy interaktív vítást meg ne tapasztalna, mert a szabad színházasok az szinte biztos, hogy bevonják az embert ebbe a pörgésbe. Abszolút. Erika? Hát én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy budapesti révén ebből nagyon keveset tapasztalunk. Amit itt töltünk esetleg a próbák, helyszíni próbák ideje alatt, akkor tudunk kicsit szétnézni, nézelődni, és lenyűgöz ennek a főtérnek a gyönyörűsége, és a felvonulást, azt már én is láttam többször, az óriás bábok felvonulás az nagyon szép és látványos, de sajnos az egyéb programokból nekünk kevés lehetőség adódik, hogy megismerkedjünk a többi művészeti ággal is. Azt hiszem, hogy Fertőlaci felcserként téged már egyszer megvizsgált itt a forgatagban, de nem tudom, hogy neked jut-e időd arra, hogy egyáltalán tudd, hogy milyen program megy itt. Hát kötelességem, hogy tudjam, hogy milyen program megy itt. Velem nagyon sokan találkozhatnak ilyenkor az utcákon, amikor szaladok egyik helyszínről a másikra, általában fülemen a telefonnal. Igen, igen, tehát hogy leginkább, azért nem az élvények. Igen, de hát függetlenül látok és hallok mindent, tehát folyamatosan figyelemmel kell kísérnem azt, hogy hol mi történik, és igen, én is ki tudom magam egy kicsit engedni ilyenkor, főleg amikor már elindult minden, azért az előkészületek nagyon nagy felelősséget rónak ránk. De igen, ahogy említetted, a Szabad Színház az, akit itt a Városház téren mindenkit bevonnak. Tehát aki nem célirányosan jön ide, és szeretne részt venni interaktív programokban, az is megkapja előbb-utóbb a magáét. Tehát vagy a nyakába fröccsentenek egy kis frissítő vizet, vagy igen, Fertőlaci oda csábítja, és felcserként valami érdekes dolgot fog rajta művelni. Ami valóban vicces, viszont azért utal egy kicsit azokra a középkori hagyományokra, amiket annak idején például az orvosok ugye, műveltek az emberekkel, mert azt nem mindig nevezzük mondjuk gyógyításnak. De ugyanúgy a Jósok utcájába is el szoktam menni, hiszen ott vannak Váradi Eszter Sárályék, akik nagy szeretettel és fogadnak. És egy szuper Hörcsög. Igen, minden alkalommal. A Hörcsög Jósdánk az egy nagyon nagy siker lett, annak nagyon örülök, az egy régi vágyam volt, hogy megvalósítsuk. A Hörcsögökhöz évről évre visszatérnek a látogatók, és elmondják Keller Jánosnak, aki ott a Hörcsögök őre felvigyázója, és a Jós, aki jósol a hörcsögökkel, hogy az előző évi jóslatok például beváltak-e. Van egyébként egy titkos mondóka, pont a minap beszélgettünk bent a kollégákkal, és kénytelen voltam felhívni Jánost, mert elfelejtettem, pedig egy nagyon könnyen megjegyezhető mondóka. Sajnos most nem árulhatom el, mert esküdtettem neki, hogy nem adom ki a titkot. Igen, azt hiszem, hogy én is emlékszem rá. Höri-hörivel kezdődik. Igen, a höri-höri, igen. Hörcsög-hörcsög vagy höri-höri valami ilyesmivel kezdődik valóban. El kell menni, jósoltatni kell a hörcsöggel. Ugyanúgy, mint a többi helyszínen is, a középkori zenét meghallgatni, a bábosok terére ellátogatni. Az Országzászló téren is lesznek izgalmas programjaink. A koronázás ünnepi játékokról beszélünk, ugye most, aki véletlenül nem tudná, hogy ez ebben az időszakban zajlik. Az Icsi-ligetet pedig belakják a hagyományőrzőink teljes mértékben, és most a lovas csapataink is oda fognak kerülni, úgyhogy teljesen belakjuk az egész Icsi-ligetet. Az Icsi-ligetről még mindjárt szeretnék néhány gondolatban szót ejteni, meg az ottani programokról, viszont Istvánékat hamarosan egy kicsit az útjukra engedem, mert készültek nekünk egy kis produkcióval. Mit kell erről tudni, István? Gondolkoztunk azon, hogy
mit is hozzunk erre az alkalomra. Nyilván behatárol az, hogy hát ketten érkeztünk, egy hegedűs, illetve egy csellista, hát ezzel a párosítással mit is lehetne játszani, ami mondjuk valamelyes azért kapcsolódik is ahhoz a programhoz, amit majd a muzika szakrán mutatunk. Hát sikerült egy olasz zeneszerzőt kiválasztani, Luigi Boccherini a szerzője ennek a kis darabnak, amit majd fogunk játszani. És az is érdekes, hogy karakterében is szerintem hasonló emberek lehettek Rossinivel. Boccherinire azt szokták mondani az olaszok Mozartja, mert ő is egy nagyon könnyed hangvételű zeneszerző volt, nagyon játékos zenéket írt. Ugyanakkor írt érzelmes zenét is, a rokokó stílusának az egyik élvonalbeli képviselője. Szóval egy nagyon díszes és ugyanakkor játékos zene lesz, amit most eljátszunk. Egy lassú tétel, az egy érzelmesebb zene lesz, majd pedig egy frappáns, vidám, gyors tétel. Köszönöm szépen, kíváncsian várjuk, addig pedig Krisztával még majd folytatjuk, amíg Istvánék felállnak a kis rögtönzött mini színpadunkra, hogy ugye az Icsiligetet említettük, ahol hát fantasztikus, szuper koncertekkel is várják majd az érdeklődőket. Igen, az Icsiligetnél nagyon sok minden fog történni. Ugye ahogy telik az idő, egyre több programunk van, annál inkább belakjuk a belvárost. Tehát most már kinyúltunk egészen az Icsiliget végéig. Az Icsiligeti nagy színpadon először a megnyitó után Ferenczi György és a Racka Jam, valamint Szalonna és Bandája közös produkciója lesz, egy lemezbemutató koncert. Utána elkezdődnek a Néptáncfesztivál programai, és a koncertek sorában folytatódik a Magna Cum Laude koncertje. Itt lesz velünk Szabó Balázs bandája is, And the Barbies Kis Tibivel kiegészülve. Igen, sokan várják Kis Tibit Annáikkal együtt. És a Fehérvár Big Band készül egy nagyon jó kis produkció, egy swinges, táncos sokkal kiegészített produkcióval. Akkor mondhatjuk azt, hogy valójában egzotikus táncoktól, történelmi hagyományokon át, vásári forgatagig, akkor tényleg a tradíciókig, minden érdekesség. Fényjáték, hiszen igen. Azért lesz újdonságunk 3D, is fényjátéként, 3D-s épületvetítéssel a bíróságon. Ezen kívül ugyanúgy a szokás szerint II. András életét felelvénytő történelmi képregény a főutcán, és Falvai Miklós médiaművész nem hagyhatjuk ki, aki már évek óta itt van velünk. Ő pedig 17-től 20-áig 3 épületre fog vetíteni nagyon izgalmas játékokat. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát azt hiszem, hogy Istvánéknak átadhatjuk a, mondhatom azt, hogy talán szót. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.
Nos, köszönjük az Alba Régia Szimfonikus Zenekar részéről a művészeknek a közreműködést, a produkciót, és hát nagy-nagy szeretettel köszöntöm Závodszky Noémi színművésznőt és Sági Tamás színművészt, a Vörös Marti Színház társulatának tagjait, hogy itt vannak velünk, és egy kicsit beszélgethetünk a szertartás játékról, meg hát a közelgő napokról. Nálatok is akkor már elkezdődött gőzerővel a próba folyamat, gondolom én. Így van, én is köszöntöm a nézőket. Elkezdődött bizony már, azt hiszem, hogy 2 hete gőzerővel próbáljuk a szertartás játékot, úgyhogy a közepén tartunk. Igen, megvolt az olvasópróbánk, kiérkeztünk a helyszínre, egyre jobban épül fel a produkció, egyre többen ugye lerendelkeztük, most már jönnek táncosok is hozzánk, ma már volt délelőtt bent a színházban kórussal is próba, és akkor ilyen szépen bővül és tágul az egész. Akkor ez egy ilyen folyamatos építkezés időszaka, mondhatjuk ezt? Ez így van, abszolút. Igen, igen, abszolút. Most még csak mi színészek próbálunk, de már pár napja megérkeztek a gyerekek is, mert hát nem árulok el nagy titkot, vannak gyerekszereplők is. Most csatlakoztak hozzánk fiatal kollégák még, akik kisebb szerepeket játszanak. Tegnap megérkeztek a kamerások, akik hát felveszik ugye a bizonyos részeket, pontosabban az egész szertartás játékot, és ugye nagy kivetítőn majd látni fogják a nézőt. Hát ők azok, akik közreműködnek, és láthatjuk a kivetítőn az ő mindjárt. A vizuális csapat. Igen, és a tegnapi próba, legalábbis az én részemről, azzal telt, hogy azon kívül, hogy nyilván próbáltunk, egyfolytában néztem hátra, hogy a leszpalon mi látszódik, mert olyan gyönyörű képek vannak benne. Van egy ilyen óriási nagy, amit a János Cunaminak hívotta, hogy ahogy a víz így visszafordul, gyönyörű, és így az embernek így kedve lett volna, főleg ebben a nagy melegben csobbanni egyet, olyan életszerű és éles. Mondjuk ez a helyszín, vagy maga az, hogy szabadtér van, lett fal van, meg viszonylag egy nagy terület, ez másfajta a színészi játékot, vagy színészi játékkal kapcsolatos technikát kíván a részetekről? Nagyon érdekes, mert összetett, mert ugye vagy filmen dolgozunk, teljesen mindegy, hogy televízióban, vagy mozifilmen, vagy színházban, és mind a kettő másfajta munkát, technikát igényel, és valahogy olyan érdekes volt, nem, hogy tegnap, hogy ezt a kettőt ötvöznünk kell, hogy kicsit filmesen is dolgozunk, mert nem mindegy, hogy hogy állunk és mi látszódik ugye a kivetítőn, de közben meg egy színdarab, ahol a nézők is adott helyszínen ülnek, és ennek vannak ilyen kis fura ügyes csalásai, hogy ezt hogy tudjuk a kettőt összehozni és ötvözni. Igen, ez a kettőnek a vegyüléke. Egyetértek a Noémivel. Hát egy picit speciális a dolog, igen, igen. Így van. Speciális dolog, mint ahogy a maga a szertartás játék is. Hát lélekben hogyan készültetek a szereposztásra? Ki hogy tudta meg például, hogy mondjuk ő most részese lesz az idei évben is majd a programnak? Én bevallom őszintén, hogy én évad végén megkérdeztem. Nem biztos a véletlenre. Én nem biztos a véletlenre, mert tavaly nagyon későn tudtam meg, és egy kicsit felborított nekem egy forgatást. És én csak annyit kérdeztem, hogy én csak azt szeretném tudni, hogy egyáltalán, hogy számítsak rá, vagy ne. És ja, persze, persze. Tehát, hogy én így tudtam meg valamikor nyár elején, nem is tudom, körülbelül az évadzáró környékén. És a szövegkönyvet pedig valamikor talán július végén kaptuk meg, vagy közepe vége fele, ha jól emlékszem, nem tudom, augusztus 1-től kezdtünk el próbálni, és akkor, hát én otthon, én ilyen szorgalmas diáklány voltam mindig, és én nagyon sokat foglalkoztam vele, olvasgattam, tanulgattam, nyilván boncolgattam így magamban is, hogy lehet ezt majd, hogy színes legyen megfogalmazni, vagy előadni, de hát igazából ez úgy is itt derül ki, hogy hogy alakulunk mi is, meg a szerepek is. De hát erről bővebben a koronázandó király fog beszélni. Igen, igen. Hogy tudtad meg, hogy második András leszel? Igen, én is Noémivel egyetemben előre menekültem, mert én most már 4 éve játszom az Egri Pince Színházban nyaranként, és most is volt egy új bemutatóm, plusz fel kellett újítani a régi darabokat, úgyhogy 18 előadást játszottam Egerben, és hál' Istennek én is filmeztem, ráadásul egy elég nagy szerepet, egy nagy játékfilmbe, úgyhogy muszáj volt rákérdeznem, hogy számítsak erre, mert akkor úgy kell beosztanom az időmet.
És hát közölte János, hogy igen, és valószínűleg te leszel második András. Ó, hát mondom, ez csodálatos. És ezt, hogyha jól emlékszem, akkor a liftben hangzott talán. Igen, 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 ez pont a liftben, mert én is beszálltam a liftbe, ott volt János, hát mondom, a legjobb alkalom, úgyhogy gyorsan rá is kérdeztem, és közölte, és hogy persze-persze úgy néz ki, hogy igen, és hogy valószínűleg te leszel második András. És hát ez így is lett, úgyhogy... Én is megkaptam a szövegkönyvet, én nem voltam ennyire jó kisfiú, mint a... Illetve én is jó kisfiú vagyok, és igyekszem felkészülni, de most nem tudtam pont az egri játékok miatt, úgyhogy én egy kicsit beestem ide, és egy kis handicappel indultam, de azt hiszem, hogy behoztam ezt a lemaradást. De ettől függetlenül azért természetesen most már nem egy nagy dolog utána nézni, akár a Google, vagy a... szóval bárhol tényleg az ember utána nézhet a ezeknek a királyoknak, meg egyáltalán ennek a kornak, hogy is képzeljük ezt el. Persze nyilván vannak elképzeléseink, meg gyerekkorunkban emlékszünk az iskolában, amit tanultunk, de hát ezek csak így tényleg ilyen emlékképek. Én ezt már mondtam az első sajtótájékoztatón, én egy nagy trónokharc fán vagyok, és nekem hát ez trónokharc a köbön tulajdonképpen. Tehát, hogyha egyszer csinálnának itt egy hasonló sorozatot vagy egy filmet, hát valami egészen elképesztő. Simán megélnének a magyar történelmet. Szeretnék csatlakozni, mert nekem nagy álmom, hogy egy kosztümös filmbe szerepeljek, és ez még nem teljesül. Hát többször mondjuk el, minél hangosabban online is nézhetnek minket, hát ha valahol valaki meghallja. Igen. Nagyon izgalmas kor, és nagyon összetett személyiségek ezek, hogyha az ember beleássa magát. Szóval nem jók vagy rosszak. Én most már harmadik alkalom, hogy részt veszek benne, és azt látom, hogy nagyon sok kényszerpálya is van ezeknek az embereknek az életében. Szóval sokszor hoznak olyan döntéseket, amik az iskolában úgy tanultunk, ugye, hogy akkor mondtak valamit, akkor azt parancsba adták, és akkor ez így volt. De sokszor úgy hozták ezeket a döntéseket, hogy ők maguk sem mindig hittek benne, vagy nem ez volt minden esetre az ő elképzelésük, de meg kellett lépniük. Úgyhogy érdekes, igen. Nagyon érdekes volt, hogy mindketten ugye harmadszor szerepelünk ebben a produkcióban, illetve a koronázási szertartási játékokban, és most volt nekem ugye első alkalommal, hogy úgy kezdődött az olvasópróba, hogy a János szinte egy történelem órát tartott nekünk elég hosszan, az egész korról, a világról, nem csak Magyarországról, hanem hogy akkor, tehát hogy képzeljük el ezt az egészet folyamatában, az Árpádházi királyokon is így sorba végigmentünk, hogy mik történtek akkor Európában, és így nagyon érdekes volt hallgatni, és én már egy ideje leszoktam arról, hogy ne ítélkezzek semmikor, semmilyen szituációban, mert sosem tudhatunk semmit. Na, de ez aztán egy olyan bonyolult időszak, hogyha belegondolunk az egész történelem, hogy most tulajdonképpen kinek van igaza egy adott szituációban, hogy tényleg nem szabad senkire rámondani semmit, mert nem tudhatjuk, hogy kit milyen szándék vezérelt, vagy ezt miért csinálta, vagy én például nagyon sokat gondolkoztam ugye a tavalyi szerepemen, hogy nem lehet, én se tudtam a saját figurámat egy értelműen, hogy most elítéljem azért, mert hogy az egyik fiával ezt csinálja, de hát azt azért csinálja, mert védi a másik fiát. Tehát, igen, ahogy ő is, ez olyan összetett ez az egész történelem, és nyilván ebből mi most egy szeretet próbálunk megmutatni, és nyilván mindezt megpróbáljuk belesűríteni, ami szinte képtelenség, de azért mi megpróbáljuk. Egy ilyen nagy fikciós, pörgős, érdekes dologra készülhetünk. Tegnap itt volt nálunk Szikora János, és nekünk is egy kicsit felvillantotta ezt a történelem órát. Ez mennyire fontos ez a háttér ismerete ahhoz mondjuk, hogy építkezni tudjatok a saját karakteretek kapcsán? Én olyan ember, mint ember is, nem csak mint színésznő, én szeretek tudni minden információt. És nyilván én úgy gondolom, hogy a játékunk is akkor lehet hiteles, hogyha mi magunk, nem biztos, hogy azt mindig ábrázoljuk, de hogyha ott van bennünk, és tudunk róla, az valahogy azért mégiscsak belekerül, kifejeződik. Nyilván akkor én is alkotok egy véleményt magamról, arról, hogy mit szeretnék ebből felmutatni. Én úgy érzem, hogy ez nagyon fontos. Én nem szeretek csak úgy vaktába a semmibe, hogyha főleg ilyen valós történelmi személyiségekről beszélünk, hogy most nagyon jó dolog az én képzeletem, de azért legyünk már egy kicsit hűek is a valósághoz. Tamás?
csatlakozom, hát nem tudnék nagyon bővebbet mondani, mint a Noémi, egyetértek. Tehát, hogy mivel tényleg valós történelmi, valaha élt személyeket játszunk, egyrészt fontos a történelmi hűség. Azt gondolom, hogy ezt a két János, a Matúz János és a Szikora János azért ezt elég hülyen képviselik, de mivel mégiscsak egy színpadi, ugye most szertartás játéknak nevezzük ezt a... Liturgikus király legendát. Igen, szóval ilyen szép fogalmakat rakunk köré. Na mindegy, szóval mégiscsak egy színpadi művet láthat a néző. Tehát muszáj bizonyos dramaturgiai csavarokat meglépni, ami lehet, hogy nem így történt, de a történelmi hűséget követve mégis olyan izgalmas történetet hozzunk a nézőknek, ahol túl a történelmi tényeken egy izgalmas előadást lássanak. Hát igen, de talán ez is kell ahhoz, hogy mondjuk közelebb hozza akár a fiatalabb generációhoz, vagy akár az emberekhez az, hogy egy ilyen élményszerű történelem órán keresztül megismerjék a múltunkat, mert hát arról nem feledkezhetünk meg, hogy végülis ez a történet ott játszódik, ahol 800 évvel ezelőtt valóban zajlottak ezek az események, maga a koronázás is. Szerintem ebben nagyon nagy szerepe van, ahogy említette, két Jánosnak, az íróknak, Matúz Jánosnak és Szikora Jánosnak, mert nagyon, nagyon ügyesen írták le ezt az egész történetet, pontosan úgy, hogy azon kívül, hogy a történelmi információk benne legyenek, hogy hitelesen eljátsszuk magát a szertartást, ezen kívül egy izgalmas, érdekes, cselekményes történetbe, akár egy filmbe kerülünk bele, és ehhez technikai segítségeket hívunk, ugye itt jön a LED fal, ahol nagyon sok mindent lehet még pluszban hozzáadni. Itt jön az, hogy közöttünk járkálnak operatőrök, és akár mondjuk az ő töprengését közelibe láthatjuk, vagy hogy a térképen hova mutat rá, vagy mi van az ő fejében. Nyilván ennek olyan apropója is van, hogy aki ott egészen a hátsó szektorban legfelül ülő is lássa, és ne csak egy pontot érzékeljen belőle, mert szerintem ezek olyan ügyesen vannak mindig ötvözve, hogy fel sem merül, hogy valamiből kimarad a hátulülő, és ugye csodálatos a zenéje, tehát elképesztő, hogy Szirtes Edina milyen zenéket szerez hozzá, nagyon-nagyon hangulatosak, még ugye ad hozzá a kórus, és olyan szépen szólt ma is, ahogy a próbákon hallgattam, mi még ugye nem tudunk mindent a zenei világáról, mert csak részleteket hallottunk belőle, akkor jönnek a táncosok, és akkor így ez a sok minden, biztos, hogy mindenki talál magának kedvére valót, még akkor is, hogyha esetleg még csak most találkozik életében először egy ilyen témával, mert mondjuk annyira fiatal. Szerintem a fiatalokat is megragadja. Az a tapasztalatom, legalábbis a három koronázási szertartás alkalmával, amikor színpadon voltam, de ugye nézőként is voltam előtte, hogy lebilincseli a közönséget, és ez egy elképesztő jó érzés, hogy belekerülnek valamiben. És amit mondtál az előtt, nyilván a hely szelleme is ennek az egésznek a csodája, hogy mi ott szerepelhetünk, ahol valójában ez a koronázás történt. Nekem ez egy olyan felemelő érzés, ezt már nagyon sokat beszéltem erről, azért nem akartam szóba hozni, de ez tényleg valami nagyon különleges ajándék. Gondolom csatlakozó. Noémi abszolút ezt a témát is bőven kimerítette, úgyhogy csatlakozom, igen. No, akkor néhány dolgot megtudhatunk a második Andrásról, Sági Tamás második Andrásáról. Hát, ha jönnek a nézők, mindenképp, de... hát megpróbálunk, vagy én legalábbis megpróbálok... nyilván, mint minden színész, tehát, hogy minél egy összetettebb figurát létrehozni. Az persze ki fog derülni, nem akarok nagy titkokat lelőni, de a fiával kapcsolatban, aki majd a későbbi negyedik Béla lesz, ott van egy folyamatosan az életük során végigível egy konfliktus. Ugye megölik Gertrúdot, negyedik Béla anyját, az én feleségemet, és bár nyilván mind a kettőnknek egy nagy veszteség, de ezt a fia soha nem tudja neki megbocsátani, hogy nem kellőképpen állt bosszút. Ezt egész élete során nem tudja feldolgozni. Ott van egy konfliktus, ami színpadilag nagyon jó, mert mindig, ha van egy konfliktus, azt a színpadon
ezt elég jól lehet ábrázolni. Én szerintem, amikor az aranybúlát megfogalmazza és kinyilatkoztatja, én azt gondolom, hogy ez egy politikai trúváj. Mert szerintem egy hajszál választja el az országot a polgárháborús viszonyoktól. Tehát ott ennél kisebbér is ebben a korban már tűntek el királyok, és dőltek meg rendszerek. Úgyhogy ez is azt mutatja, és ugyanakkor, tehát hogy hoz rossz döntéseket. Ugye ez a Gertrudnak a gyilkossága is ő nem veszi észre, vagy nem is foglalkozik azzal, hogy tulajdonképpen mi van a háttérben. Ő elmegy azt hiszem a Szentföldre, vagy Halicsba, most egy pontosabban nem is tudom, hadakozik valahol, aztán hazajön és késztények elé van állítva. Tehát, hogy sokkal lehetett volna sokkal okosabban, sokkal megfontoltabban kezdeni ezt az egész uralkodást. De hát aztán azt látom, és azt mutatja a történelem, hogy mondom, meghoz olyan döntéseket, ami az utolsó pillanatban mégis megmenti az ő nem csak a saját uralkodását, hanem az ország életét is. Úgyhogy hát én megpróbálok, mondom, minél összetettebb figurát hozni, nem egy jó királyt, nem egy rossz királyt, hanem egy embert, ráadásul szerintem a nézőket ez sokkal jobban érdekli, hogy embereket lássanak. Jó és rossz tulajdonságokkal, túl azon, hogy ez a mi történelmünk, túl azon, amit tanultunk az iskolában, ezek emberek voltak. Én ezt próbálom. Nálad ugye ez az ember megformálása a tavalyi esztendőben óriási sikert hozott. Igen, legalábbis én ezt a visszajelzést kaptam. Hát a visszajelzések alapján azért hetekig arról beszélt a város, vagy akár hónapokig. Nem azt mondom, hogy nincs olyan lehetőségem, mert ez ilyen formában nem igaz, egy kisebb szerepet alakítok, inkább így mondom. Nagyon jó lehetőség ez is. Tulajdonképpen, most gondolok bele, a gyerekeink fognak összeházasodni, úgyhogy mik vagyunk egymásnak akkor. A nászasszony, ugye? Igen. Azt hiszem, igen. Hogy igen. Igen, és az előbb poénkodtam a kezdet előtt, hogy úgy látszik, tavaly óta én fiatalodtam, mert tavaly Hirtling is fennanyját játszottam. Idén Fehérvári Péterét. Jó, ez most a kicsit a poén a fiatalok kedvéért. Ennél a szerepemnél egy picit nehezebb volt a dolgom, mert ahogy a tavainál megtaláltam azt a pontot, hogy nem tudtam egyértelműen azt mondani, hogy na ő, amit szoktak mondani, hogy a negatív figura, vagy a negatív főhős, ezt semennyire nem tudtam kijelenteni. Sőt, nagyon-nagyon embernek éreztem azt a nőt, akit alakítottam. Idén egyel jobban azt érzem, hogy hát nagyon kell keresnem a pozitív tulajdonságait. Nem olvastam annyira szimpatikusnak őt, de aztán őt is éri egy tragédia, és nem akarom lelőni, hogy mi történik, de szóval egy gyászhír után, inkább így mondom, azért csak ő belőle is előjön az ember, vagy az asszony, és egy picit ennek úgy megörültem, hogy van egy váltási lehetőség, hogy ne csak így egy szint mutassak fel, de hát ez egy ilyen szerep, ilyen. Tehát, hogy nem válogathatunk. Tehát, hogy vannak egyértelműen gonosz figurák, egyértelműen kedves figurák, és vannak olyanok, amiben színesebb, több mindent lehet játszani. Majd ez kiderül, még hál' Istennek a bemutatóig van egy 10 napunk, 9 körülbelül, igen. Körülbelül, igen. Úgyhogy még ezen lehet finomítani sok mindent. De fordulatokra meg nagyon-nagyon eseménydús dologra számíthatunk, ahogy így elmondtátok ez alapján. Igen. Igen, és... Reméljük, hogy így lesz. Igen. Mi nagyon szeretjük, legalábbis én akkor inkább úgy mondom a saját nevembe, de szerintem ebben mind a ketten egyetértünk, szívesen jövünk újra szerepelni. Óriási élmény, és... Nem beszéltem még a ruhákról, ugyan én egyben még nem láttam, csak ruhapróbán a jelmezeket. Én megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem azt is, hallottam, hogy az Ivett tartott egy kis előadást erről a sajtósoknak, hogy milyen nyomozást végez például a próba folyamatok előtt, hogy korhű legyen a ruha is, és szerintem ezek olyan különleges dolgok, hogy ha megnézzük
az óriás bábokat, hogy őket is. Hogy ők is korhűen. Olyan előtanulmányozások alapján tudatosan hozták létre őket, és a jelmezeinkben is benne van az, hogy akkor, abban a korban mi volt a divat, és ezeket nekem, mint nőnek mindenképpen jó látni, jó nézni, nyilván jó viselni, meg szeretek király, vagy mondjuk idén grófnő vagyok, de ezekben ugye a nők szeretnek de ezek olyan trendy choice is dolgok. Igen. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem így ebben a ráhangolódásban az is segít, hogy mondjuk amikor itt sétálunk, akkor ezekben a napokban középkori vásári forgatagból mehetünk át gyakorlatilag a koronázás helyszínére. Ez nekem egy nagyon nagy élmény. Pici, bevallom őszintén, nekem van egy pici szomorúságom, mert no. Igen, na, mondd el, no. Nem a produkcióval kapcsolatosan, hanem végre egy olyan együttes jön szerepelni majd az Icsiligetben ennek a program kapcsán, amit én már nagyon szerettem volna megnézni, de pont összepasszolnak az időpontok, úgyhogy hiába jöttek házhoz, nekem ez nem valószínűleg, hogy sikerülni fog, de mindegy, majd megnézem máshol. Én nagyon szeretek bejárni ilyenkor a városba. Tavaly is bejöttem előbb, nyilván nem a próbákon, hanem amikor már a premierre készültünk, hogy nem volt próba előtte, sétálgattam, nézelődtem, amennyire tudtam, részt vettem dolgokban, és utána így jó oda megérkezni. És akkor gondolom, hogy csatlakozol. Hát most ebben kivételesen nem nagyon tudok csatlakozni, már abban a szempontból, hogy én nem tudok, vagy nem volt, nincs időm, hogy hát elmélyedjek, mert én ugye nem fehérvári vagyok, hanem budaörsi, úgyhogy a család és a munka között ingázom. Úgyhogy én általában beszoktam esni így a próbákra, meg az előadásokra. De mondjuk ez annyiból persze mégsem igaz, hogy azért csak én is elmegyek egy fagyit megenni, és akkor én itt jövök, megyek, és látom, hogy tényleg csodálatos. Pont a tegnap mondta a Kötvélyesi Zsolt kollégánk, hogy ő teljesen el van ájulva, mert rég járt itt Fehérváron, és mondta, hogy ő teljesen elájult, hogy ez milyen egy csodálatos város. Neki idén járt erre arra amar az országban, most neki Fehérvár viszi a prímet, amire nagyon büszke voltam én is. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi is köszönjük. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, Art Café című műsorunkat láttak innen Székesfehérvár belvárosából. Viszontlátásra!